nagy elismerés főnökeimtől, illetve próbál az ember minden nap úgy oda tenni magát a munkában, és ez egy borzasztó nagy elismerés és megtiszteltetés, hogy ezt a közbiztonsági díjat idén én kaptam meg. A díj az nem csak az én díjam, hanem hogy mondta a polgármesternek az egész mentőállomásnak a díja. Az, hogy most én lettem erre kijelölve, nyilván ennek is van valami, az egész mentőállomásnak tudom ezt a díjat, és a megbecsülés és az odafigyelésnek a szimbólum. Nem csak az én érdemem, inkább a közösségnek azért. Én nagyon örülök, hogy most én kaptam meg, de mondom, ez inkább a társaságot illeti. Szeretek segíteni az embereken. Én annak idején még vidéken laktam, 30 évig önkéntes tűzoltó voltam, csak azt ott kellett hagynom, mert hát beköltöztem ide Pestre. Szeretek ilyen dolgokat csinálni, és örülök, hogyha segítetek az embereken. Hát ez igazából ez nem csak egy olyan díj, amit egy személy kap, ez egy harmadik kerületi szervezet kap, ahogy a polgármester úr is elmondta. Igazából ez a kollégáknak is a részesei ennek a díjnak, mert végül is ez nem jön létre, tehát egy jó munkát nem lehet csapat nélkül elvégezni. Sokan vannak, akik értünk, biztonságunkért dolgoznak. Ma őket díjaztuk. Azokat, akik nap mint nap megoldják azokat a problémákat, amelyeket más nem tud. Azokat, akik nélkül kevésbé lenne biztonságos a harmadik kerület, akik nélkül kevésbé lenne otthonunk, Óbuda-Békés megye.